Az elmúlt években sok olyan nemzetközi multimédia versenyen vettünk részt, amelynek a megoldásához többféle tudásra volt szükség. Jelenleg és a jövőben is lesznek olyan kihívások, amelynek a megoldásához komplex kompetenciára lesz majd szükség. A kép, a videó, hangnak a mélyebb összefüggéseinek a keresése még várat magára, a multimédia tartalmaknak a real-time elemzése szintén egy nem megoldott probléma, gondoljunk csak egy video streamben olyan összetett jelenségnek a automatikus detektálására, mint a szabálytalanság a futballmérkőzésen, vagy egy koncertnek a legjobb pillanatainak az összefűzése. Várjuk az újabb lelkes hallgatókat a csapatba, hisz a jövő problémáin való közös gondolkodás mindenki számára meghatározó élményt nyújt a további fejlődés és a karrier útján. A startup sikerünk egy hallgatói témával indult, mint egy hallgató remekül megoldott. Amikor ennek kapcsán meghívták New Yorkba előadni, azt láttuk, hogy vele párhuzamosan a Facebook beszél hasonló problémákról. Az erre felépített startup vállalkozásunkat idén vásárolták föl, de igazán azt tartjuk nagy sikernek, hogy a vevő Budapestre hozza a teljes Big Data fejlesztési központját. Hiszünk abban, hogyha partnerként kezelünk egy valós üzleti problémát és egy valós adathalmazt adunk neked, akkor nagyon gyorsan belerágod magad ebbe a területbe, és egy idő után mi fogunk tőled tanulni. Az ilyen lelkes hallgatókra, kollégákra épülő csapatok nemzetközi szinten is értékelhető, kimagasló eredményeket tudnak elérni. Tavaly például egy hallgatónk és egy kollégánk is első helyezést ért el a leghatékonyabb megoldásával egy-egy adatbányászati versenyen. Big Data jelenség kapcsán jól látszik, hogy a jövő üzleti hatékonyságának a kulcsa a data science, a médiatartalom elemzésével foglalkozó mérnökök kezében van. Az ilyenfajta szakemberekre már ma nagy hatalmas igény van Magyarországon. Ha érdekelnek az adatokban, a médiatartalmokban rejlő összefüggések, ha lelkes, hiteles emberekkel akarsz együtt dolgozni, olyan dolgot akarsz tanulni, amit nem a webről, hanem egy egyetemi közösségben érdemes megtanulni, akkor díszilag.